A járványhelyzet okozta visszaesés miatt sok vállalkozás élt a hiteltörlesztési moratórium lehetőségével, és olyanok is voltak, akik módosították a korábban kötött hitelszerződésüket. A bajba jutott cégek új mikrohitelprogramban juthatnak segítséghez, megfelelő igazolás ellenében az alapvető 3 éves türelmi időn túl még további 1 évig kérhetik a visszafizetés késleltetését. A Primom Alapítvány az országos mikrohitelprogram révén idén a korábbiaknál is kedvezményesebb törlesztési feltételeket nyújt a megyei vállalkozások számára. Az alapítvány szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, a felvehető konstrukciók összevonásával egy cég akár 45 millió forint támogatásra is szert tehet. 3 célzott területre használható fel, beruházásra, forgóeszközre és szabadon is felhasználható. A kamat az állandó fix 3,9% a teljes futamidőre vonatkozóan. A futamidő alatt 3-szor is felverti a vállalkozás, vagy a vállalkozó, azt jelenti, hogy összesen 3x15, vagyis 45 millió forintot is igényelhet. A hozzájutás nagyon egyszerű, egy egyszerű adatlap vagy kitöltésével igényelheti a vállalkozás. A Primom Alapítvány az elmúlt 30 évben már közel 5000 vállalkozáson segített hitelkonstrukcióival és vissza nem térítendő támogatásaival. A megyei közgyűlés alelnöke szerint ezek a lehetőségek a mostani, járvány utáni időszakban kulcsfontosságú tényezői lehetnek a gazdaság újraindításának. Azok a kis és középvállalkozások, akik számára nagyon fontos az, hogy a fejlesztési elképzeléseiket tudják tervezni, és ahhoz a forrásokat tudják biztosítani. Ez a lehetőség, ez a mikrohitelprogram pontosan ezt a célt szolgálja, ez segíti elő, hogy likvidek tudjanak lenni, tudják azokat a fejlesztési elképzeléseiket megvalósítani, amelyek nem csak a saját vállalkozások szempontjából fontosak, hanem mivel hogy itt lényegében mindenki mindenkivel kapcsolatban van, ezáltal úgymond a vállalkozási láncot is tudják segíteni, amely pedig ahhoz szükséges, hogy valóban be tudjon indulni ez a motor, a gazdasági motor, amely pedig azt eredményezi, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és az országban is valóban újraindul a gazdaság, és ezáltal, hogyha mi megerősítjük a lábakat, akár a mikrohitelprogram által is, akkor valóban stabilan tudunk majd állni és dolgozni. A Primom Alapítvány az új konstrukcióban már nem köti ágazathoz a kedvezményezettek körét, így agrárvállalkozások, őstermelők és őstermelők családi gazdaságai is kérhetnek támogatást. A megújult országos mikrohitel programra július 15-től adhatják be igénylésüket a megyei vállalkozások.